ifjúság védőszentje, és mai sajtótájékoztatón témája is az ifjúság, hiszen Magyarországon a következő években is az egyik legnagyobb kihívást az elvándorlás megállítása jelentheti. Sajtótájékoztatónkon arról fogunk beszélni, hogy mit lehet az elvándorlással szemben tenni, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ifjúság, a fiatalok itthon maradjanak Magyarországon, és itthon maradjanak Veszprémben, itt telepedjenek le, itt alapítsanak családot. A sajtótájékoztató elején dr. Kis András beszél, aki a 10. számú egyéni választókerületnek az LMP-s jelöltjei Veszprémben, tehát ennek a választókerületnek a jelöltjei. Mint már Feri is említette, Magyarországon tényleg az egyik legfontosabb probléma jelenleg az, hogy a fiatalok egyszerűen nem találják meg a számításukat, mind helyben, sőt nagyon gyakran ugye az országban sem. Veszprémnek éppen ezért kiemelten fontos lenne az, hogy a helyi egyeteme olyan szerkezetüvé alakítsa, ahol megtalálhatják az itt élő fiatalok, vagy az itt tanuló fiatalok azt a számítást, amit ők szeretnének folytatni az életükben tovább beírni. A Veszprémi Egyetemnek és az önkormányzatnak már így is van egy együttműködési megállapodása, amit véleményünk szerint nem vesz igazán egyik fél sem teljesen komolyan. Itt elsősorban ugye az önkormányzatra gondolnánk, hiszen az önkormányzatnak kéne erősítenie ezt az egész helyzetet, ezt neki kéne megoldania, neki kéne pénzt ebbe beletenni és lehetőségeket teremtenie. A Veszprémi Egyetemnek ugye az egyik legerősebb szakal a kutatások szerint az informatikai kar például. Jelenleg Veszprémben nagyon kevés olyan cég van, ami az IT-szektorral foglalkozik, éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy az így kitermelt szakembereket ne szippantsa el Budapest, ne szippantsa el külföld, hanem próbáljuk meg itt helyben tartani őket. Éppen ezért az önkormányzatnak első számú feladata lenne álláspontunk szerint, hogy akár a startup cégeket, akár különböző IT cégeket megpróbálni ide vonzani Veszprémbe, hiszen ők nem igényelnek akkora infrastruktúrális beruházásokat, nem kell autópálya hozzá, mint például egy logisztikai céghez, hanem csak egy megfelelő, adott esetben egy megfelelő internet kapcsolat elegendő. Viszont a városnak komolyan bele kell állnia ebbe a helyzetbe, és tényleg az innovatív cégeket próbálni erősíteni, és megteremteni azt a környezetet, ahol ők megfelelően tudnak dolgozni. A munkába állás mellett a fiatalok számára kiemelkedő fontosságú a lakhatás és a családalapítás. A pályakezdők lakhatási problémáin egy jól működő közösségi bérlakás szektor segíthet. Olyan lakbértámogatás és bérbeadás ösztönzési rendszer kialakítása szükséges, amely elősegíti a bérlakások számának növelését. A munka és a családi élet összeegyeztethető kell, hogy legyen. Ehhez családbarát, rugalmas munkahelyekre és mindenek előtt elérhető rugalmas munkatartású nappali gyermekellátási intézményekre van szükség. Az önkormányzatnak a családbarát szemléletet a mindennapokat érintő kérdésekben érvényre kell juttatnia. Nem utolsó sorban azért, mert ez növeli a kisgyermekes nők foglalkoztatásságát, egyúttal a versenyképességet, hozzájárul, hogy a fiatalok Veszprémben telepedjenek le, itt teremtsenek otthont maguknak. Köszönjük a figyelmet, és ha van kérdés, szívesen válaszolunk. Magam, vagy mi volt ez? Igen. Nem tudom.